Parallaxis. Addig Miklós, gyorsan mondd el nekem, hogy te miért vagy Balaton tagadó, lemaradtam valamiről? Hát hülyeségből, hát minden Balaton tagadó hülyeségből Balaton Ja, tagadó, értem. de hát ugye ezt már évek óta viccelődünk ezzel itt. Úgyhogy ez Azért egy mondom, hogy én még le vagyok visszatérő maradva. téma. Hát én azért vagyok Balaton tagadó, mert ugye volt egyszer egy marha, aki azzal próbálta igazolni, hogy a föld lapos, hogy a Balatonon lézeres magasságmérővel csinált kísérleteket, hogy mondjuk Tihany és Kenese között csinált ilyen lézerizet, és kiszámolta, hogy a föld görbült lenne, akkor kitakarná egymást a két lézer, és akkor nem lehetne érzékelni, de ő érzékelte, tehát akkor kikövetkeztette, hogy a föld csak is lapos lehet, úgyhogy azt mondtam, hogy jó, hát akkor én meg nem hiszem el, hogy Balaton van. Jaj. Hiszen ő ezt ott mérte ki, ugye, mert nagy vízszintes, mert a víz az, amiről tudja az ember, hogy vízszintes. Tehát az ötlet jó, csak annyit nem olvasott hozzá, hogy a légkörnek a fénytörését is beleszámolja, amit persze azért, aki már látott naplementét, az azért tudja, hogy a naplementét pirosban még utána is lehet látni, amikor már légkör nélkül nem lehetne, de a csórikánk azt nem számolta bele. Ja. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis